Megyünk a piactéri hamburgereshez, ahol egy igazán különleges hamburgert fogunk ma megkóstolni. Remélhetőleg sikerülni fog megkóstolni ezt a hamburgert, mert nem vagyok 100% biztos benne, hogy van még ebből a különlegességből, de hát próba szerencse, majd mindjárt meglátjuk. Olyat fogunk enni. Én szeretnék egy Black Burger, de nem tudom mi a box mondom, meg a izé között. A box az sült krumplis. Tehát az mellé van steak burger. Akkor csak sima burger szeretnék, Monster. Monster? Oké. Okay. Az milyen Monster? Kettő húsi van benne, kettő tarja, kettő cheddar. Wow. Az jöhet, jöhet. Nori! Cheddarban van. Miben? Van, persze, van mindegyikben hús, csak a Devilben meg a Monsterben a kettő hús, minden van a kukás. Ez igaz, jó. Ezzel egyelőre megvonnánk, majd mindjárt látjuk, hogy fog ez kinézni. Wow, ez tényleg fekete. De nem, az a baj, nem látszódik, mert itt ilyen piros fény. Vigyunk már ki. Hozd ki a fényre, Gabó. Így látszik a fekete? Jó, megégették. Biztos vagy te benne, hogy ezt meg fogod enni? Jaj. Egytől együtt, minden falatot. Nagyon jól néz ki, ez a számom rajta. Ha esetleg Makón jártok, itt a piactéri hamburgeresnél tudtok ilyen fekete hamburgert enni. Ha van gusztusotok hozzá. De úgy biztos, hogy hiper szuper, mindjárt meg fogom kóstolni én is a sajátomat. Kóstold már meg! Megvárom a többi. Jaj, de kedves vagy! Igen, jól nevelt vagyok. Adom a Monsteret! Oh. Majd vigyázz a megforró, jó? Uxi, köszönöm! Egészségetek! Wow! Ez a zsömle attól fekete, hogy tintahalnak a festék anyagát, vagy tudjátok, amivel beszínezi a vizet, amikor menekülőre fogja, avval színezik meg, fele meg kiszóródik a lábamra, tökéletes, avval színezik meg ezt a zsömlét, és ezért fekete színű. Egyébként érzik is az illatán. De most már megeszem, mert szétszórom az egészet itthon a lábamon. Jó étvágyat! Vidd el forgatás! Találtunk egy horror pacit. Itt a horror paci. Bár a többiek mangalicalónak is hívják, nem tudom, hogy miért. Kedjék! Most hát túl vagyunk ezen a bizarr, fekete hamburgeren. Életemben most tettem legelőször ilyet. Azt kell mondjam, hogy annyira nem volt rossz, sőt, mi több, nagyon is finom volt. Bár maga a kinézete az nem volt igazából étvágygerjesztő, mert hát ugye bár nincs ilyen ételünk, ami fekete.
és általában az emberi agy mindig azokat a kajákat részesíti előnyben, azok a természetes színek, amik az élelmiszerekben is előfordulnak. Ezt egyébként a Google-ből ki lehet googlizni, én is onnan googliztam ki, onnan tudom. A nap hátra levő részét itt töltjük Robert barátomnál. Nagyon kapura jön ilyenkor ebben a nagy melegbe ez a medence, ami van itt nekik a hátsarkában. Ja, nem is mutattam még nektek. Szombaton, képzeljétek el, szombaton megjött a biztosításom a drónra. Itt a drón biztosítás. Ugyanis szeretnék mindent megtenni annak érdekében, hogy biztonságosan repüljünk, és hogyha bármi probléma történik, akkor nem árt, hogyha van egy kötelező felelősségbiztosítás a drónon. A következő lépés az majd, ha minden igaz, akkor... Látom! A következő lépés egy drónpilóta képzés lesz. Azt pontosan nem tudom a dátumát, hogy mikor fogjuk ezt napirendre tűzni, de tervezek egy ilyen drónpilóta képzést, ami Budapesten van. Én most meg nem mondom nektek, hogy melyik cég végzi, de a lényeg az, hogy ez egy ilyen egynapos rövid képzés, amelynek a végén, hogyha sikeres vizsgát teszel, akkor kapsz egy drónjogosítványt, ami elméletileg majd jó lesz akkor, amikor majd meg lesz alkotva a hivatalos törvény a drónokra. A törvénytervezet szerint majd csak az vezethet, vagy az röptethet drónt közterületen, vagy bárhol, akinek lesz biztosítása a drónon, lesz jogosítványa, és megvan az eseti légtér használati engedélye. Beszéljünk egy picit másról. Ma, ahogy nézegettem a Facebookot, rögtön egy újabb, hát nem tudom minek nevezzem, botránynak, vagy nem botránynak. Nem tudom, hogy hallottatok-e már a Magyar Televízió MTV1-nek a riporterének a sztoriáról. Ő ugyanis egy fesztiválon volt. Fogalmam nincs, hogy melyik fesztiválon volt, ne kérdezzétek. Talán a Bajai Hallé Fesztiválra tényleg most eszembe jutott. Hát a riporterünk mit csinálhatott volna? Ugye jó volt a hangulat, átadta magát a fesztiválnak a ritmusát, felvette, és hát egy picit illuminált állapotba került, és hát pont rosszkor egyébként, mert élőadásba került rövidesen, ahol egy picikét olyan belassulva, de végül is beszélt az eseményekről, tehát elkezdett az eseményekről beszélni, és hát ugye ez a stábnak, illetve a szerkesztőségnek nem nagyon tetszett, és gyorsan lekeverték, úgymond. Ugyebár munkahely és munkatevékenység között is vannak különbségek, mert hogyha egy darukkezelő megy fel részegen, illetve spicces állapotba a darut kezelni, akkor ott komoly dolgok történhetnek. Most jelen esetben egy riporterről van szó, egy fesztiválról tudósított, vagy igazából próbált tudósítani szegény, mert nem hagyták. Most ezt nem akarom azt mondani, hogy egy magyar televíziós szintű dolognál ez elfogadott, hogy most mindenki részegen járjon dolgozni. Arról nem is beszélve, hogy milyen példát mutat a többieknek. De szerintem ennek két végkimenetele lehetett, illetve lehetett volna most már. Egy jó és egy rossz. Az a baj, hogy az emberek mentalitása mindig a rossz felé terelődik valami jobbnál fogva, és hát most se volt ez másként. Ugyanis, hogyha a stáb maga ügyes lett volna, vagy illetve a TV bemondó hölgyike, aki csak annyit mondott gyorsan, hogy Péter, köszönjük szépen, és akkor át is kapcsolt az egész. Tehát, hogyha egy kicsit látta, hogy picces, egy kicsit felvette volna a ritmust, egy kicsit elidétlenkedett volna, vagy elviccelődött volna vele, hogy egy picit leplezzék ezt a dolgot, akkor akár jól is, illetve nem olyan feltűnően is el lehetett volna ezt szerintem intézni, de ez csak az én szerint véleményem, és ez még a jobbik eset is, akkor ez így belső körök között meg is oldódhatott volna, csak hát ugyebár az emberek mindent nagyon szeretnek felfújni a lehető legnagyobbra. Hát ez a 10 darab friss tojás úgy látszik, hogy kikelt.